Amondó vagyok, hogy sziasztok, először is, másodszor vegyetek mörcsöt, harmadszor csávó, mi hogy vagytok? Nagyon jó, kicsit taknyos lettem, nem tudom, hogyan. Tegnap is nagyjából 5 percet töltöttem kint a szabad levegőn, de ez úgy látszik elég arra, hogy megbetegedjen az ember. Nagy szopás, hogyha esetleg ilyen undorító hangokat hallottok a torkomban, az azért van. De még mindig kevésbé undorító, mint azok az emberek, akik játszott ennek használják a k***szott temetőket, ahol ugye emberek el vannak ásva, mivel elhunytak. Erről fogunk most egy kicsit beszélni, és nem a bandiról, hanem egy hölgyeményről, akit úgy hívnak, hogy Burian Fanny. Nem néztem meg még a videót, de azt mondták, hogy ezt érdemes lenne megnézni. Még láttam, hogy az Owen McKendry is rajta magát, meg a Zsédav is már Threadzen ott irkáltak, hogy ezzel miért nincs senkinek problémája. Valószínűleg lesz vele problémám, szóval nézzük meg. Nézzük meg, én a mondó vagyok, mit szóltok hozzám. Ezzel kapcsolatban egy kérdés vitaindítónak. Na nyomjad? Mi különbség egy temetőben forgatott film és egy ugyanott forgatott YouTube videó között? A temetőben forgatott filmnek azért, attól függ milyen film amúgy szerintem, mert azt is lehet ízlést csinálni, meg ízlésesen is csinálni. Tehát van egy módja, hogy megadod a tiszteletet azoknak az embereknek, akik ott meghaltak, vagy sem. Tehát most, hogyha csak egy temetőben kell forgatni egy klipet, amiben csak átsétálnak az emberek, és nem az a premisszája az egész filmnek, hogy a temetőben van forgatva, hanem csak van egy storyline, és ott valakik elmennek a temetőbe, az egy teljesen másik téma szerintem. De szia, értem Mami. A felvetést amúgy. Szia, chat. Hogyha valaki úgy megy be a temetőbe, hogy most, na, akkor most menjünk, ez az egész videónak a lényege, hogy menjünk a temetőbe, és akkor ott lesz Halloween a temetőbe, és ott izélünk. Nem tudom, miket csinál, elássa a kincset, vagy a faszom tudja, mik lesznek itt amúgy őszintén, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Nem külön engedélyes a hivatalos filmek per klipek magyarban. Amúgy meg szerintem, de hát a temetőtől kell engedély, hogy ott forgassál, nem hiszem, hogy a Fanny kapott. Na nézzük. A mai rész tartalmából vajon hány hangefekt lesz benne? Vajon lesz benne puki meg robbanás? Az vajon beleillik egy ilyen videóba? Janos, bámultak előre. Kóstoljuk meg. Pici-pici szellemek. Mi ez a hang? Sziasztok, üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap... 10 másodperc alatt 10 hangefekt. Kimaxoltam mind a két kezemen. Nincs több ujjam, srácok. Nem tudok tovább számolni. Menjen a hangefekt counter. Na, de nem is húzom az időt tovább, nézzük! Ivós játék? Á, meg fogtok halni! Teljes mértékben az halál. Esélytelen, hogy az ivós játékot csináljátok ebbe 10 perc alatt. Hamarabb jutsz a detoxba, mint a videó végére, bro. Ez rendes tryhardolni kell, nagyon figyelnem kell a hangokra, mikor nyomjam a gombokat, mert... De én már nem fogok tudni figyelni a videóra, mert annyi hangeffekt van benne amúgy. Az órak egy egész plusz egy, amúgy igazad van. Tudunk meg előtte egy jó kis TikTok videót. Tessék! Evés közben nem beszélünk, majd ebéd után elmondod. Te, anya! Nem megmondtam, Anna! Oké. Na, azt a rohadt. Hát tegnap a Skitonra azt mondtam, hogy értéktelen, undorító szar. Nem tudom, mit mondtam a Skitonra, de valami nagyon csúnyát mondtam rá. Én vagyok nagyon rosszul összerakva, vagy az g***re unfunny, és egy ember nem volt a csaton, akinek vicces volt, de hogy ez, még ez valakinek vicces legyen. Indulás a helyszínre. A temetőbe. Halloweenkor, amúgy október 31-én mindenki jelmezbe bújik. És szellemek, boszorkányok és más rémisztő figurák járják az utcákat. Ilyenkor a gyerekek házról házra járnak, édességet gyűjtenek, viszont ha nincs édesség, ember. Akkor jön a csíny. Ember, minden másodperc jut egy hangeffekt, srácok, ez mi? 2 másodpercenként van egy hangeffekt, ez nem normális amúgy. Hogy vagyok, egyre jobban minden másodperc ennek a videónak adja nekem az életenergiát. A legenda szerint a szellemek ilyenkor kiszabadulnak, de ne aggódj, csak viccből rémizgetnek. Érdekesség viszont, hogy a Halloween egy régi kelta ünnepből alakult ki. És most már az egész világon ünneplik. Mi is? Na de menjünk is a helyszínünkre. Megérkeztünk a helyszínre. Amúgy, ezt nem is értem, hogy a random szavakat kiírnak. És most ide lenne írva, hogy kiírnak. Nem értem ennek mi lényege van. Így tanulnak meg gyerekek olvasni ezen keresztül amúgy. Egy szíve, számomra ez már most nagyon-nagyon-nagyon durván para. Kaptunk egy térképet, amiben rengeteg dolog be van jelölve, és hozzá kaptunk ismételten egy kincskereső segédletet. Én Amondó vagyok, kezdjünk is neki, mert nagyon sok dolgot meg kell találni, és be fog sötétedni. Gyertek! Számolom! Olvasom az első rejtét. Ott áll egy galamb, akinek... Ez mi volt? Ez most nem mondott komolyan, hogy tényleg egy rejtét fog... Ez most nem mondott komolyan, hogy kitaláltam. Kitaláltam a videó lényegét, ez most komoly. Tényleg kincseket fog keresni, ezt nem mondott komolyan. Olvasom az első rejtét. Ott áll egy galamb, akinek...
Next. Ott áll egy... Utólag bevágta a galambot, mert fújt a szél. Tárnyai már nem repítenek, elhagyatva áll őrt, de még mindig őrzi a múlt egy darabját. Közel a szoborhoz rejtőzik a következő nyom. Eltelt 5 másodperc, úgyhogy nem volt hangeffekt, srácok, amúgy. Én ezért egy tapsot amúgy tudnék neki adni. Ez jó volt. Szóval egy angyalkás szobrot kell szerintem keresnünk, és ott lesz elrejtve az első nyom. Menjünk is. A térkép szerint itt a másodiknál kell balra kanyarodni. Hát valószínű a síron lesz egy galamb, és ott lesz majd a kincs. Megvan! Egy ilyen csontvázas valami. Így megy a kezem, hogy vagy a plusz nyomjam, vagy a space, hogy megállítsam. És mindig jön egy olyan hangeffekt, hogy és nem tudom megállítani egyszerűen a videót, mert jön egy hangeffekt, és számolnom kell. Ez hihetetlen, amúgy, hogy ennyi hangeffekt van benne, bakker. És amúgy most egy random embernek a sírjára rátett valami szart, és oda ment utána, nem? Ez a szint amúgy, tényleg. Na hát ezt mondod, de miért a temetőben? Hát mert a nagyon spooky. Még jó, hogy nem éjjel ment, hogy beszökjön a temetőbe, és akkor úgy csinálja. Hogy van ehhez pofája? Forognék a síromba, hogyha ennek a részese lennék, és nem tudnék közbeszólni. Hát amúgy igen. Most gondolj bele, hogy meghaltál valami hősként, és a Búrján Fanni oda megy, azt rátesz a sírodra egy... Várjál. Mi bontsuk, kinézzük meg, mi ez. Mi ez? Kíváncsi vagyok, mi ez. De őszintén annyira nem tudok semminek örülni itt, mert nagyon para a helyszín. Hát igen, azért, mert emberek haltak meg, és nem csak hogy para, hanem így mondjuk meg is kéne tisztelni őket esetleg. Cukorka. Csontváznak a darabjai vannak benne, nézzétek meg. Keze, combcsontja, feje, minden. Na jó. Igen, és ezt egy igazi embernek a sírjára tetted rá, Fanni, ezt te fel tudod fogni amúgy? Hogy úgy beszélsz ezekről a dolgokról? Azt a rohadt, hát ebben itt amúgy igen, itt a legparább az te vagy, hogy ezt megcsinálod mosolyogva, úgyhogy amúgy egy temetőbe vagy, vágod? És ott mosolyogsz és bontogatod ki a cukrokat, mint egy infantilis hülye gyerek! A 8 éves kisgyerekem, hogyha ezt kitalálná, vágod a testvérével, hogy akkor most izé kincses játékot játszunk a temetőbe, ilyet kapna! Nem úgy csak viccelek. Fanni, te nem egy gyerek vagy. Ezt tudom, hogy gyerekeknek csinálod, de ez nem jó ötlet amúgy, egyáltalán. Ezt alapból nem jó ötlet volt megcsinálni, felvenni videóra és kirakni, ez így 3 rossz ötlet egymás hátán. Bandival kezet foghatna, nem tanult belőle egyáltalán. Hát ő nem látta ezt a botrányt, ezt erősen kétlem. Azért akkora hangja volt ennek az interneten, hogy talán még ő is látta. Ja ez viccel, ja persze egy viccel. Hogy van 300k feliratkozó, egy kisgyerekek tesóm. A gombra rá tudnak menni, olvasni épp, hogy tanulnak, ez nem kegyeletsértés? Hát, attól függ, hogy hogyan csinálja, de valamilyen szinten amúgy de. Nem mondanám egyáltalán etikusnak azt, hogy így random embereknek a sírjából játékot csináljunk lényegében, meg ebből kontentet, hogy akkor most ott vagyunk a temetőben, és úristen, akkor itt el van rejtve a cukorka, meg jó, hogy nem azt akartam mondani, hogy annak az embernek a szelleme rakta neki vissza a cukorkát, bazd meg. Hol tartunk tényleg? Ide nézzetek. Itt van a feje is. A feje! Nem elég, hogy kimondja azt, hogy feje, és megmutatja a kezével, még oda kellett rakni egy kis animált figurát, és még be is karikázni a fejét. Hát nem értem, hogyha ennyire az kell, hogy impulzus kell a gyerekeknek, akkor rakjál rá egy GTA 5 videót, tegyél rá Subway Surfers, egy Family Guy-t a sarokba, és akkor úgy mehet bassza meg, tessék. Nem sokkal jobb, Fanni, most nézd meg. Így még van is értelem a videódba. Legalább van mit nézni a videóba. Na most már élvezhető lesz a videó, nem? És még a karakter is hasonlít rám, hogy igen. Reménykedek, hogy a következő 7 perc az tiszteletteljesebb lesz. Itthon már semmi se szent, csak a happy fun time. Hát igen, ez egy fun projekt neki. Nem gondolt bele, gondolom ő se. Na, kóstoljuk meg a lábát. Igen, ez még volt. Ez már második, ez már rágás. Bing! Nézzük a következőt. Ding! Generációk óta pihennek itt. Igen, és te most felzavarod őket. Ékei között. Az idő megállt, de a nyomai ott vannak, ahol az ősi családok együtt nyugszanak. Akkor egy nagy sírhelyt kell szerintem találnunk. Bruh. Kivesz, hogy sírokról beszélünk, meg emberekről, akik meghaltak és nyugszanak, és akkor jön egy ilyen hangeffekt, hogy yeah! Istenem, geci. Nem hallottad? Nem nyomtad meg a space-t egyszer sem, amikor editelted ezt? Hogy visszahallgass? Nem akarok erről a morális magaslóról pofázni amúgy, de ez azért tényleg mindennek a legalja szerintem. Nyilván nem annyira durva, mint amit a bandiék csináltak, de hát azért ez elég gyászos, nem? A szószoros értelmében. Valamelyik elhunyt családtagja meglátja. Hát nem tudom, mondjuk tényleg, mit tudom én, az apukám sírjánál csinálná ezt, akkor azért lehet, hogy írnék neki egy szép üzenetet, hogy amúgy szedd már össze magadat, Fanni, hát mi van veled?
majd az ő nézői, miután meghalt a Fanny, akkor is lesznek biztos gyerek nézői, és oda mennek, és elkezdenek gridizni, meg táncolni a Gangnam Style-t a sírjánál. Meg csinálják a Fortnite emótokat, vágod. Mert erre tanítod őket, Fanny. Hát most nagyjából. Nagyjából itt tartunk. Ez az a szint, amire nem gondoltam, hogy le fog süllyedni, mert azért tudtuk, hogy nem a legmagasabb szintet képviseli a YouTube-on a Fanny, de hát azért ennél kicsit többet vártam tőle. A kések között egy igazi kanál a Fanny. A sárga cuccok világította. Sárga cuccok? Valamilyen chips lehet. Azt írja, hogy paprikás ízű sült burgonyás rákcsáni való. Szellemes. Ilyet még nem ettem. Azt a kurva, de szellemes. Ihi, uhu. Ezt nézzétek. Kicsi-pici szellemek. Eszek, újult erőre kapok. Láttam, hogy terülterű asztalkámot is lehetne ott a síron amúgy egy ilyen svédasztalos reggelit esetleg, vagy valami vacsorát, nem? Fanny, hogyha már ott zabálunk mellette. Oh my god. Egy kis meghitt piknikezés ott valakinek a sírja mellett. Nem törölte le 6 nap után, amúgy ez durva. Én azt hittem, hogy ez most lett föltöltve, és azért írják, de nem. Ez 6 napja fönn van, és nem tudom. De legalább annyi esze volt, hogy kicenzúrázta a neveket. Igen, mert az ott olyan homályosnak tűnik. Ja, az ilyen, ez ki, lehet ki van cenzúrázva, azt mondod. Eléggé úgy tűnik, hogy ki van cenzúrázva. Ja, igen. Van itt a pixelezés. Hát figyelj, legalább a nevük nem látszódik. Már biztos, hogy valahol fog, amúgy már viszont ennyi sírt kicenzúrázott. Ettől függetlenül szintén nem tartom, hogy jó ötletnek, de hát ja, ennyi esze volt legalább. Ezt nem lehet abba hagyni. Nagyon finom. Azt a de jó. A következő szöveg pedig így hangzik, ahol a látogatók már ritkán pihennek meg. Egy régi pad alatt megbújik valami, amit senki sem lát, de aki keres, megtalál. Régi pad. Akkor egy... Most nem a sírok között kell keresnünk, hanem padot fogunk nézni. Á, ott van egy régi pad, gyertek! Itt túl sok a levél, gyanús. Megvan. Ez... Wow! Hát, mintha nem is ültette volna oda amúgy. Milyen jól néz ki. Zombi, csontváz. Nagyon jók. Bontsuk ki. Nézzük is meg. Mindegyik nagyon jól néz ki, hát, de szuper. Nekem a tök lámpás a kedvencem. Föl is helyezem. Menjünk a következő kincsért. Yeah! Ez mi lesz a következő? Fel is helyezte, vágod? Most... Feljezte magának. Érted? Erre már mit mondjak? Hát ez a mondat nem öregedett olyan jól. Hát ja, nem tudom, nem díszítjük ki valakinek a sírját, Fanny? Tök szép színes lenne meg minden, mint egy Fortnite Battle Pass. Igen, pont a seggére rakta. Hát az is egy tök jó dolog. Hol máshova tudnád tenni egy temetőbe? Temetőbe ne tedd sehova, akkor inkább én is a seggemre tettem volna. Amúgy ez még egy jó döntés volt a videóban. Lesz, és azt írja, az emlékezet köve itt már elkopott, de még mindig őrzi a múlt titkait. A legidősebb sír jelöli meg az utat, amely a következő nyomhoz vezet. Szóval a legidősebb sírt kell megkeresnünk, és nagy valószínűséggel ebben a hosszú szakaszban lesz. Ez is elég régi. Kérdés, hogy van-e ennél régibb? Azért megnézem, hogy nincs-e itt. Tényleg van gyereke amúgy, mert ezt meg nekem annyiszor mondták amúgy, ez fact, ez egy proven fact. És ő a saját gyerekének is ezt fogja tanítani, meg fogja engedni ezeket a dolgokat. Én nekem alapból ezzel a videóval, úgyhogy ő nem lenne egy szülő, úgyis lenne problémám, de úgyhogy egy szülő csinál ilyen dolgokat, olyan szinten infantilis, értelmetlen dolgot csinál, hogy nem tudom, én szégyelném magam, hogyha ez lenne a munkám, vágod? Tehát, hogy a gyerekem egyszer felnő és meglátná ezt, hát bazd meg! Mert addig, amíg a gyerek nem tudja, hogy mi a fasz csinálsz, addig lehet, hogy felnéz rád, de onnantól kezdve, hogy lesz neki egy valami saját képe, amit alkot a világról, ne adj Isten, akkor lehet, hogy meglátja, hogy bazd meg, anyám, egy kicsit hát... fogykos. Vagy nem tudom, hogy mondjam ezt szépen. De hát ilyet normális ember nem csinál szerintem. Tovább. Ajaj! Komoly. Remélem nem a szellemek dobáltak meg. Valószínűleg azok voltak, mert még ők se akarják azt, hogy ennyire idiótán viselkedjél a temetőben. Hát téged még a halottak se tolerálnak, bazd meg. Már azok is bekrincseltek rajtad. Ott van az oldalon a gyereke? Nem mondod. Jó, hát... Ez már meg se lep, hogy modellt csinál a saját gyerekéből amúgy. Példa terméknévre 20 forint. Tartalmazza az adó... Mi van? Ez egy templét? Így elfelejtették? E-mail OIM! Elfelejtették?
beírni a dolgokat, hogy meg lehessen vásárolni ezeket? Hát nagyon jó weboldalatok van, bazd meg. Nincs találat, használj kevesebb szűrőt, vagy távolítsd az összeset. Hát egy se volt nagyon, de ez a gyerekedet használat fel marketing célokra, ez szerintem szintén az egyik legundorítóbb dolog, amit ember tud csinálni a saját gyerekével, de hajrá! Nézd meg, Fanni, a Silló Istvánról szóló hosszú videómat a csatornámon ki van pinálva, hogyha rámész csatornámra, nézd végig. Nézd végig, és vondd le a következtetéseket. És hogyha nem sikerül, akkor az a te szegénységi bizonyítványod szerintem, mert te még talán időben vagy, hogy ennek a gyereknek ne okozzál akkora problémát, mint amit a Normannak meg a Laurának kell majd átszenvedniük. Az a baj, hogy ezt most nem azért mondom, mert hogy úristen, én ekkora morális fölénybe vagyok, meg hogy én olyan kurva jó ember vagyok, csak szimplán láttam azt, hogy mit tesz a fiatal gyerekekkel az, hogyha mondjuk 9 éves koruktól ki vannak téve az internetre, vagy 6 éves koruktól ki vannak téve az internetre, sa-sa-sa-sa-sa. Így tovább láttam, hogy nagyon rossz. És minél többet van a gyerek a hírnévbe, minél fiatalabban kezdi, annál rosszabb lesz a személyiség torzulás. Szinte minden esetben. Vagy hogyha nem is a személyiség torzulás, akkor csak az, hogy az emberek hogyan fognak bánni vele, mert minden esetben lesz legalább egy olyan ember, aki elkezdi őket vagy zaklatni az interneten, vagy akár IRL bántani fogja őket. Ezek nem jó dolgok, és a gyerekeknek nem való az internet, főleg nem olyan szinten, hogy ők kontentet gyártsanak, vagy kontentet gyártsál velük. Tehát én ezt nem szeretném látni a Fanni csatornáján. Az, hogy most ide rakta a kisgyerekeit, hogy izé rajta van ez a póló, meg hogy akkor izé modell a képhez, idézőjelbe, oké, leszarom. Nem egetrengető probléma, de hogyha lesz a gyerekével videó, az egy nagyon-nagyon erős lejtő lesz. Ma arról a videó is? Ó, oh, bro... Hogy milyen gyorsan telik el egy év egy ilyen kis cuki fogárral? Megmutatom, gyertek! Jaj, de ügyes! Ilyen gyorsan eltelik! Na, szuper, ez egy aranyos videó volt. Bum, robbanás, meg minden asztalról. De volt hangeffekt, azért végére kellett. Na, ilyen gyorsan eltelik egy év. Ez egy nagyon jó, senki nem tartozik amúgy ez. Hány nézi meg ezt a videót? Hát valószínűleg sok amúgy, biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen beteg emberek. Hogy már jönnek a következő babás videókba, az meg. Ajajaj. De mindegy, nem ez a téma. Remélem, hogy nem fog csinálni a gyerekéből kontentet, mert szerintem ez egy undorító dolog. Lehet ízlésesen is csinálni amúgy, hogyha mondjuk tényleg egy vlogger vagy, aki mondjuk tényleg az életéről kurva sokat beszél, és át tudja adni ezeket az értékeket, meg át tudsz adni az anyaságról dolgokat, de nem feltétlenül kell mondjuk a gyereknek az arcát megmutatni ezekhez, meg nem a gyerek köré kell építeni a videót, én úgy gondolom. A Szabó Zsófi, ugye jól mondom, ő még volt annó a Barátok közben is, meg azt hiszem, hogy youtuber, meg színész, meg ilyenek. Ő neki volt az anyaságról videója, és amúgy tök jó volt, amit ő csinált videó. Tehát azzal nem volt problémám. Persze, vannak ilyen pedofil csoportok is, ahol vágod, csak random letöltik az izékat, videókat kisgyerekekről, akár Facebookról is, és csak küldik el egymásnak a profilok. Rengeteg ilyen videó van. Hagyjuk tényleg belegondolni is rossz, bazd meg, számomra. De valaki meg bele se gondol, mind ugye látjuk itt Fanninál. Tehát én nem tenném ki a gyerekemet az internetre. Az internet egy geci veszélyes hely. Tehát még felnőttek számára is sokszor veszélyes hely. Nem hogy gyerekek számára. Tehát ez annyira evidens számomra. Annyira egyértelmű. És egy anyukának meg nem. De tényleg erre tanítja a gyerekeket amúgy. 300 000 ember követi. Konkrétan egy fanőt ki a sírból. Hát, ha nem ez a legöregebb, akkor én nem tudom. Megvan! Azt láttátok? Kire ez a hideg konkrét? Gondolj bele, senki nem ment foglalkozni azzal az emberrel, aki ott meghalt, ki van nőve már a fa sírból, meg ilyenek. Már régóta nem jár oda senki. Valószínűleg minden hozzátartozója meghalt szintén, és nem jár oda senki. Egyetlen egy ember sem volt, aki foglalkozzon vele, és így... Egyszer csak megérzed azt, hogy a sírod fölött valaki sétálgat, tudod, még így a túlvilágról, és gondolod, hogy valaki jönni fog gondozni a sírodat, és odajön a búrján Fanni. Föl van nyílva a sír. Ez volt elrejtve a virágtartóba, valamilyen gyertya, ilyen számos. Ebben nincs is gyertya. Jó, ezzel nem tudom, mit fogok kezdeni. Menjünk tovább. A következő pedig ősi fa áll mélyen gyökerezve a... Ez szuper, ez semmi értelme nem volt. Tehát oda tett egy dobozt, amiben van egy gyertya, de nem volt benne gyertya. Tehát egy darab szemét. Nagyon jó, ez kellett a videóba. Gyerekedet miért nem szabad kitenni az internetet? Talán a legjobb példa Bánki Csani komment szekciója Instán. Nem értem, miért nem törlik már le az Insta fiókot. Ja, hát
Persze, most érted, az valakinek vicces, vagy a bánki Csaniból viccet csinál. Csak hát olyan dolgokat írnak neki, hogy Csani, olajozz be magad, mindjárt ott vagyok, meg ilyeneket írnak. Hát nem tudom, hogy ez mennyire jó egy gyereknek, érted? Nem a legjobb. És a legtöbb komment az ilyen amúgy. Persze, most lehet vicces azt mondani, hogy a Csani Channel eladott nekem fentanylt a Lidl mögött, és akkor haha, XD, hát mennyire szürreális. De bazeg, egy gyerekről beszélünk ettől függetlenül. Régi szertartások emlékeibe. A fában nyugszik az, amit keresel. Fában? Hogyan lehet a fában? Úristen, csak nem. Lehet, hogy van egy lyuk a fában? Á, vagy ilyen lyukban? Ó. Amúgy olyan, mintha egy arc lenne, viszont abban nincsen. Menjünk tovább, lehet nem is jó fele indultam el. Észak. Ja igen, arra kell menni. Oh, ezt nézd. Ez valami brutális. Nézd, itt vannak ilyen kis lyukak. Lehet, hogy ilyenbe kell keresni. Ez na figyelj, amúgy itt 6 percig kellett néznünk a videót, hogy ne egy sírhelyhez menjen. Szóval most itt most már egy fa van a központban. Ez most már kicsit jobb, így már egy kicsit jobb lett a videó, nem srácok? Most már el tudok tekinteni attól, hogy amúgy a sírhelyeket baszogatta. Na az mi vajon? Roppanó cukorka. Roppanó? Hát akkor kóstoljuk meg. Vannak benne tényleg ezek a roppanó cukorkák, nagyon jó. Pattogós, igen, pattogós, mi úgy hívtuk gyerekkorunkban, hogy pattogós cukorka, igen. Mert pattog a szádban így. Nézzük a kövét. Kicsit pihenjünk le, és folytatjuk a kalandot. Értek? Idézőjelbe tette a kalandot, még ő is tudja, hogy ez nem hívható kalandnak. Miért tette idézőjelbe ezen kívül? A szélnek a susogás is annyira para, vagy csak én vagyok túl ijedős. Na végre találtunk egy normális helyet, ahol meg lehet pihenni. Kicsi pihi, és utána egy olyan... Hát igen, talált egy normális helyet, ahol meg lehet pihenni. A temető arra van amúgy, hogy megpihenjenek azok az emberek, akik ugye elhunytak. Nem tudom, hogy ezt vágja-e. Általában akkor szoktak az emberek pihenni a temetőben, amikor már meghaltak fanni. Mert nem szoktak így ennyi időt ott tölteni így általában az emberek, mert nem azért mennek, hogy bóckodjanak, meg idiótát csináljanak magukból, meg viccet csináljanak magukból, meg a halottakból, hanem azért, hogy tiszteletet mutassanak az elhunyt hozzátartozóiknak. Történetet fogok elmondani, hogy én mikor megláttam ezt a történetet az interneten, kirázott a hideg. Muszáj megosztanom veletek. Halloween éjjelén a temetőben bajos köderezkedett a sírok közé. A kapunyi korgása messze hallatszott, amikor egy csapat fiatal lépett be, nevetve, nem sejtve mi vár rájuk. Az egyik sírkő tetején egy elhagyatott baba ült. Arca kopott, szemei üres. Elhagyatott baba! Ügyesen bámultak előre. Egyikük megérintette, és hirtelen hangos, gyerekes kacaj töltötte be a levegőt. A baba feje lassan a fiú felé fordult, majd egy hang szólalt meg mögöttük. Játszani akartok? A társaság pánikba esve futásnak eredt, de a temető kijel... Miért van megvágva minden soronként? Hát azért, mert amikor levegőt vesz, azt ki kell vágni, tudod? Tehát mi kellenek a hangeffektek, kellenek az kell, a felirat kell, minden. Minden kell, hogy ott tudja tartani a nézőt 10 percig. De nem hiszem, hogy ezekre amúgy szükség van. Tehát, hogyha értelmes kontentet gyártan, akkor valószínűleg ott maradnának a nézők, és akkor valószínűleg nem gyerekeknek kéne gyártani a tartalmat. De sajnos Fanniban nincs ennyi muníció, hogy felnőtt embereknek is tudjon tartalmat gyártani, mert ahhoz gondolkodnia is kéne, és használnia kéne az agyát hozzá. De lehet, hogy én tévedek, de hogyha meg amúgy egy nagyon-nagyon értelmes, gondolkodó ember, akkor nem tudom, hogy miért csinálta ezt meg. Érted? Azért. Itt sem volt semmi átgondolva. Nem minden sírkő van kicenzúrázva, az nem sikerült, de nem lehet elolvasni, mert túl messze van szóval. Ja, meg alapból amúgy, hogyha az elején eszébe jutott, ez is nagyon fura, az elején eszébe jutott az, hogy ki kéne cenzúrázni a sírokon, mert akkor ott van valakinek a neve, meg minden. Tehát ez eszébe jutott, hogy ez nem egy jó ötlet, hogy az látszik. Akkor az nem jutott eszébe, hogy alapból az egész ötlet szar. Vagy lehet, azután jutott eszébe, és akkor úgy volt fel, hogy most már fölvettük, hát most már fél órát eltöltöttünk a temetébe, hogy felvegyük ezt, szóval ez nagyon sok munka volt benne, hát muszáj feltöltenie. A járata eltűnt a ködben. Egyikük hátranézett, és a baba most a földön állt, mosolyjal az arcán. Apró kezeiben egy rozsdás kéz szorongatott. A kacaj egyre hangosabb lett, és a ködből egy alak közeledett, egy kislány, akinek az arca olyan halott volt, mint a sírkövek körülöttük. Fú! Kirázott konkrétan a hideg. Egy babáról beszél, akinek üres a tekintete, és az megy az emberek után. Nagyon durva. És halljátok ezeket a hangokat? Geci, kínomba nevetek, bazd meg. Ezt nem hiszem el, geci.
bevágott egy fület, aminek végtagjai vannak. Hogy sikerült ezt a képet megtalálni egyáltalán? Elmentem 2 perc, és 50-nel feljebb ment a számláló. Én nyomkodom, tesó. Nyomkodom a gombot. Figyelj, vannak olyan osú mapok, amiben kevesebbszer kell megnyomni a gombot, mint ebbe, szóval ez durva. Hát még el is tudom hinni, hogy tényleg itt van egy ilyen parabaga. Inkább menjünk haza, mert ezek a hangok nekem bajosak. Az összes hang, amit bevágtál, hallod őket ott? Az durva mondjuk. Paranoid skizofrénia. Én most nagyon beparáztam. Főleg, hogy egyre sötétebb van, már ilyen szürkület van. Szürkület hol? Tényleg, hogy nem találok ki, meg ezek a hangok, ahogy susognak a fák, meg ez a baba. Esküszöm, mintha hallanám ezt a babakacajt. Olyan nagy ez a temető, félek, hogy sötétedésig nem fogunk kitalálni. Akkor mit csinálok? Inkább fussunk. Hogy skacok. Remélem. Igen, futkározzunk ott a temetőbe, teljesen ott. Ó, Istenem, bazzik. Ó, ne! Mi ez a hang? Hol a kocsi? Megvan, siessünk! Induljunk! Gotta go fast! Indulás gyorsan haza! Yeah, és most már happy minden! Yeah! Még jó, hogy le tudtuk rázni. Na de... Le tudtuk rázni a műanyag babát, amit én raktam oda. Hát Istenem, hát nem hiszem el. A temetőbe bazd meg. A temetőbe futkározni alapból tiszteletlen. Tehát ez nagyjából az első dolog, amit megtanítasz a gyerekednek, hogyha először beviszed a temetőbe. Mármint abban a korban, amikor már ugye tud járni, és nem babakocsival viszed be oda, hogy nem futkározunk a temetőben. Ezt egy gyerek tudja, vágod? Ezt szerintem 8 éves koromban már tudtam, Fanni. És az, hogy te ezt nem tudod, anyaként, az nem rólam árulkodik. És tükrözőve van a kép. Tükrözőve van a kép. Ez is mennyire amatőr, bazd meg. De hát ezen már nem is tudok most. Az már tényleg csak a habatortán. Ha van még nagyon jó ötleted, írd meg kommentbe, és nehogy ezt megcsináljam legközelebb. És köszönöm szépen a kommentjeiteket. Köszi szépen, Lilla. Szia, Fanni, lehetne egyszer egy temetőben vagy állatkertben? Hát az állatkert lehet, hogy jobb lett volna, Fanni, de nem baj. Törődik a nézőkkel, srácok. Látjátok? Köszi szépen, Lilla. Köszi szépen, Lívi. Köszi szépen, Enikő. Puszi, sziasztok! Ciao. Jó, én meg megyek főzni ebédet. Legalább főzni tud, ha már videókat gyártani nem. Na, kiszámoltad, Donci? 2,8 másodpercenként volt hangeffekt átlagban. Az nagyon durva. Amúgy mi lenne, hogyha mindenki azt kérné tőle, hogy hagyja abba a videózást, akkor olyan a baj, ne? Már az is tiszteletlen, hogy így volt felöltözve a temetőbe. Hát amúgy igen, nem is értem, hogy ez milyen outfit egy temetőbe, hogy ilyen kivágott ruhában, vagy nem kivágott, de ilyen úgy néz ki, mint egy pókháló vágod. Úgy öltözött fel, mint egy boszorkány. Én azt se gondolom, hogy a Fanni egy rossz ember, de ez a videó, ez eszméletlenül tapintatlan. Semmi értelme nem volt megcsinálni, és ezt ő is tudja. Mondjuk egyik videójának sincs értelme, és ezt szerintem legmélyen, a szíve mélyén ő is tudja, hogy az értelmet nem a számok adják. Hát ja, természetesen persze, hogy tudja, mert hogyha nem tudná, akkor nem így csinálná a videót. Tehát ő nagyon jól tudja azt, hogy mire kattintanak az ő nézői, és nagyon jól tudja, hogy kell bele ez a kurva sok hangeffekt, meg minden, mert így tudja ott tartani a kisgyerekeket, akik meg ugye nem tehetnek arról, hogy még buták, mert nem fejlődött ki az agyuk. Örülök, hogy senkit egy pillanatig se zavart, hogy azok a sírhelyek valakiknek a hozzátartozó nyughelyei. Fanni, te meg elmész parádézni. A temető nem játszótér, nagyon szomorú, hogy ez senkit nem zavar. Tiszteljék már meg legalább azt a helyet, ahol emberek gyászolni járnak. Hát igen. Owen McKendry kommentje. Te ezt hogy nem szégyenled? Hullagyalázás az új trend, basszátok meg! Ízléstelen és kegyelet sértő, követőid nagyrészt fiatalok, gyerekek, ami felelősséget jár. Felelőssége jár, milyen példát mutatsz nekik? Nem csak, hogy nekik, hanem a saját gyerekének milyen példát mutat. Tehát ez a legdurvább ezekbe. Nekem nem kell legyen gyerekem ahhoz, hogy tudjam, hogy ezek rossz dolgok, és ő meg még egy gyerekkel sem tudja. Tehát akkor milyen értéktrendje van neki valójában? Kicsit több tiszteletet adhattál volna ennek a helynek. Vannak olyan országok, ahol a temetők közparkként szerepelnek. Jaj, park, igen, park. De Magyarország nincs köztük. Ezen felül a sírhelyek tulajdonosait is lehet meg kellett volna kérdezni, hogy beleegyeznek-e. A sírhely egy megváltott tulajdon. De tényleg, amúgy figyelj, Skóciában voltam egy több mint 200 éves temetőben. És nem tudom, emlékeztek-e, hogy volt-e ott valaki a streamen, de visszaidézem,
amikor bementünk a streamben, a temetőbe, őt az adtam, hogy egy park. Tehát ha bárki bemehet, bárki, mindig nyitva van szinte. Én azt hiszem nem, hogy ne rongálják nyilván, de ez egy park. És amikor beléptünk, én mondtam is a Leniknek, hogy bro, we should go back. Mert nem éreztem jónak azt, hogy egy temetőben vagyok, és ott streamelek, vágod, ott emberek haltak meg, fotókat csináltam róla, mert szép volt, meg videót, de nem éreztem jónak azt, hogy ott streameljek. Mert egyszerűen nem, és visszamentünk. De itt meg bóckodik, bazd meg, és eszébe se jutnak azok az emberek. Tehát nem értem akkor, hogy ez hogy lehetséges. Annyira se tiszteled meg embertársad, hogy ott legyél ígóban, mint egy 10 éves gyermek. Gratulálok hozzá, igen. Felfogta, hogy mi az, hogy nyughely. Nyughely, nem bóckodunk más séri mellett, és főleg nem engedély nélkül kamerázunk egy temetőben. De semmi baj, Fanny, a tömeges lejáratás közeleg, ezen kívül ment a report. A lejáratást azt magának elintézte szerintem. Én értem, hogy Bandi ügye most nagy port kavart, de ezt nem trendként kellene kezelni. Lehet, hogy ő is így fogta föl amúgy. Hogy tudod, hogy ki tud alpáribat csinálni? Ez egy verseny volt. Szia Fanny, imádom a videóid, létszi megcsinálod valamelyik videó ötlete, még sose csináltad meg nekem. PL 24 óra ágy alatt. 24 óra Mekiben. 24 óra barátodnál, barátnődnél titokban. Kínai kaják kóstolása. Írunk neked zenéket, és te leértékeled, hogy 10 per hányas. Remélem jó ötleteket adtam, és remélem valamelyiket megcsinálod. 24 óra kaka nélkül. 24 óra Mekibe, 24 óra pincébe. De ez tényleg elhiszik amúgy ezek a gyerekek, hogy 24 órát itt meg ott töltötted az ember? Srácok, hagyjuk már! Hát én is föl tudok venni 10 perc alatt egy videót, hogy ott voltam 24 óráig, meg áttekergetni a telefonomon az izét órát. Hát ennyire egyszerű átbaszni ezeket a kisgyerekeket, ezt ebből van a content. Hát annyira egyszerű pénzt csinálni ebből, hogy hihetetlen. És látjátok, hogy még a legbutább embereknek is sikerül. Zéro értéket képvisel a YouTube-on. Semmit. Hát köszi Fanny, ez jó volt. Kicsit színvonaltalan, kicsit szaros, de legalább a miénk. 24 óra zárt osztályon, let's go! Úristen, jönnek a nővérkék srácok, ne! Be kell vegyem a gyógyszert, mert el fog tűnni a chat, és rá fogok jönni, hogy csak a fejembe vagytok. Ez hülye, váljatok, figyeljétek. Fiel, amúgy el akarja kapni a saját farkát, az itt a lényeg. Fiel. Ott a farkad. Psz, nézd oda. Ne a fényt rágd. Ott a farkad, kapd el. Az fiel. Az mi? Na szóval, akkor lezárhatjuk a témát. Azt a rohadt, ez Sherlock Holmes vagyok, tudom, ezért megérte fellőni a streamet, vágom, de sajnos az egyértelműt kell elmondanunk sokszor. De hát ja, úgy látszik nem mindenkinek egyértelmű, mert hogyha mindenkinek az lenne, akkor nem készülnének el ezek a videók, ugyebár. A témát lezárom, azt elmegyek pisilni, és mindjárt jövök. Mit nézzünk? Ja igen, mehet a következő muzsika. Szabiesnek az új zenéjét fogjuk meghallgatni. Király lesz valószínűleg. Fel vagyok rá készülve. Én belemegyek, mert ne. Viszi a vére, nézd, viszi a vére, nézd, úgy táncol. She's a maniac, she's a maniac, oh no no. Hát mi van veled, Szabiest? Nincs is leírva, hogy innen van amúgy a beat, meg az egész lopva van amúgy. Ez plágium, Szabi. Szabi, ez plágium. Jaj, Szabi. És amúgy még klippet se csináltak hozzá, ez egy dalszöveg klip. Tehát a zenét se sikerült megcsinálni, a klippet se sikerült megcsinálni, de legalább egy dalszöveget írt hozzá, ami ugyanúgy van felépítve, mint az eredeti zene. Inspirációs használat? Ja igen, vágom. Hát igen, és akkor ő volt az ember, aki magas lóról mondta, hogy a Bandi nem rakott le semmit zeneileg, meg hogy a Bandi nem tud zenélni, meg ilyenek, és akkor utána kirak egy ilyet, bro. Hát ezt nem hiszem el, Szabi, tényleg. Ó, Istenem, miért? Why, bro? Egy fordításnak esetleg talán jó lenne. Ezt azért csak leírtam volna, hogy ez így ebből készült, vagy inspirálódtunk esetleg. A figyú mannin, hogy mondjam azt, hogy kopasz. Te család vagy senki, az én családfám olasz. Én jobb videós vagyok, ezt be kéne már vallani. Jobban rappelek nálad, ezt kéne már hallani. Csinálj már jobban, de ennél jobb nincsen. Látom, hogy live-olsz, mert heten nézek Twitch-en. Meg már 8-an a YouTube-on. Kiröhögnek téged a samponos dobozon. Érted, mert nincsen hajad, érted?